mai esemény három szóval jellemezhető. Értékmentés, értékmegőrzés és értékfelmutatás. Átadták Habsburg Frigyes főherceg felújított egykori vadász pavilonját. A vörös fenyőből készült épületet 1894-ben gyártották. Először a lengyelországi Lembergben állították ki, két évvel később Budapestre szállították. Szekszárdra 1897-ben került, miután a helyi kaszinó egyesület megvásárolta Frigyes főhercegtől. Az elmúlt évtizedekben volt sörpavilon, kiállítótér, kórház és vegyszerraktár is. Néhány éve viszont már teljesen elhagyatottan állt a Tolnai megyeszékely melletti Bárányfokon. A 20. század végére az állaga is sokat romlott, az épület falait adó faszerkezet több helyen elkorhadt. A pavilont 2018-ban vásárolta meg a Gemen ZRT, előbb szétszerelték, majd Pörbölyre szállították, hogy ott teljesen felújítsák. Az épület a szeptember 25-én kezdődő vadászati világkiállítás egyik kiemelt vidéki helyszíne lesz. A mai alkalom nekem különösen kedves az eredeti foglalkozásomról, vagy hivatásomra nézve, hiszen én történész lennék, és amikor a történelemről tanított az ember, 18 évig tanítottam egyetemen, és történeti módszertant is tanítottam, mindig elmondtam a diákoknak, hogy aki a történelmet úgy tekinti, vagy úgy tekint rá, és úgy olvas róla, mint ami elmúlt, megtörtént, és magunk mögött hagytunk, az téved. Hisz a történelem velünk él. Minden egyes másodperc, amit magunk mögött hagytunk, de bizonyos értelemben már a jövő is a múlt részét képezi, és ennek vannak sajátos csomósodási pontjait. Miniszterelnök helyettes úr és miniszter úr is kiemelte ezt a pavilont, Frigyes főherceg pavilonját, amely önmaga az élő történelem, itt Gemencen, amely önmaga az élő történelem, a maga kultúrájával, vadgazdálkodási hagyományaival. Megtudtam, hogy 68%-a ennek az épületnek még az eredeti fa anyagot, illetve az eredeti kezek munkáját képviseli, és Galíciától Gemencig az elmúlt évtizedekben, sőt évszázadban számos megpróbáltatáson ment keresztül ez az épület, hogy végre elnyerje a méltó helyét és funkcióját, vagy visszanyerje eredeti funkcióját. Hisz a mögöttünk álló épület, mintegy reflektálva a korok közelítésére, lehetőségeire, vagy éppen elutasítására, volt millenniumi emlékpavilon, de volt hadikórház, és volt vegyszerraktár is. A pavilonban legenda és valóság a Gemenci Gímszarvas címmel interaktív kiállítóteret alakítottak ki. Az érdeklődők a szarvasok egy évét követhetik végig, érdekes információkhoz jutva. Az átadón Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes az értékmentés, az értékmegőrzés és az értékfelmutatás fontosságát emelte ki. A vadászati világkiállítás a szellemi és az anyagi alapját adja meg annak, hogy ezeket az értékeket megmentsük. És az a gyönyörű ebben a vadászkastélyban, Frigyes főhercegnek a 100 évvel ezelőtti, az akkori kiállításon bemutatott vadászkastélyában, hogy egyszerre fejezi ki a vadászat lényegét, egyfelől a vadgazdálkodás, másfelől a vadászati kultúra. Ugye benn látjuk a gemenci szarvasnak a bemutatását, ami természeti örökségünk, és valóban egy legendás szarvas genetika, és a természeti örökségünknek egy ékszere, szinte csodaszarvasnak is nevezhetném a gemenci szarvast. Ennek a megőrzése minőségének a javítása, ami a vadgazdálkodással lehetséges, és a felmutatása a világnak, aminek egyébként a vadászati turizmusból származó bevétel nagyon sok emberek a megélhetését jelenti, és a nemzetgazdaságot gazdagítja. A másik pedig a kulturális értékeknek a megőrzése. Ez az osztrák-magyar birodalomnak a nagyságát mutatja, hogy micsoda fejlődés volt 1867 és az első világháború között, mennyi minden érték született, és mutatja azt a csodálatos vadászati kultúrát, amit nekünk persze a gyökereink Ázsiából erednek, és onnan hoztuk a solymászatot, az íjászatot, de az igazság az, hogy a közép-európai vadászati kultúra az itt vált teljessé, a bajor, osztrák, cseh, szlovák, magyar, horvát vonatkozásban, tehát alapvetően
és ha a bajorokat nem számítom ide, akkor az osztrák-magyar birodalomban. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó után azt mondta, a pörbölyi ökoturisztikai központot már most is nagyjából 100 000 turista keresi fel évente, a pavilonnak köszönhetően pedig ez a szám még tovább nőhet. Ennek az épületnek az átadásával, felújításával tiszteletünket fejezzük ki az több mint 100 éves vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási tevékenység iránt, ami valóban itt nem csak Tolna megyében, hanem a világ minden táján, aki érdeklődik a természet és a vadászat iránt, egy igazi zarándok hely, és itt a pörbölyi ökocentrumot is közel 100 000 látogató látogatja meg normál esetben. Ezáltal, hogy ez az új kiállítási pavilon, ebből a csodálatos interaktív kiállítással megnyílt, ezáltal bemutatjuk a gemenci szarvasnak gyakorlatilag az életét és a fejlődését. Egy újabb lehetőség a térségünkben, mind a turizmus számára, és az itt lévő embereknek az identitásának az egész erősítésére. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a felújított pavilon és a benne kialakított tárlat kiválóan mutatja az ember és a természet közötti összhangot. Már eleve a megújítás szakmai feladata olyan komoly helyzet elé állította a mai embereket, hogy a tisztelet, az, amit elődeink tudtak, az óriási kell, hogy legyen. Amikor a semmiből megteremtették. Nekünk csak föl kellett újítani, de mégis óriási feladat, óriási küzdelem volt, mire sikerült. Óriási dolog ez. Már csak azért is, mert ugye az a 100 év, a millennium, a vadászati világkiállítás, vagy éppen az eukarisztikus konferencia, ami ebben az időszakban volt, ma is így jönnek egymás után, és követik egymást, hogy magunkat is fel kell készíteni, a jelen embert, önmagunkat is, és azokat is, akikért felelősséggel tartozunk az egész társadalmat. És egy-egy ilyen épületnek az átadása, emlékkereszt állítása, a Szent Erzsébet rózsák ültetése, vagy épp az emlékerdők ültetése, mind-mind azt a célt szolgálja, hogy hogyan készülünk a kiállításra, hogyan készülünk az ünnepre. A különböző kiállítások, a rendezvények, mind-mind a társadalom figyelmét hívja föl arra, hogy ember és természet között az összhangot, a harmóniát hogy lehet megteremteni, hogy mennyire kell együttműködjenek a vadászok, az erdészek, a gazdászok ahhoz, hogy ott egyensúly alakuljon ki abba az élettérbe. Ugye a társadalommal hogy értetjük meg egyre inkább azt, akik egyre messzebb kerülnek a természettől, a természet valóságától, hogy szükség van a vadászatra, hogy szükség van ahhoz, hogy harmónia legyen, hogy egyensúly legyen, bizony a vadászati tevékenység nagyon fontos szerepet tölt be ebben. Az átadón az 52. eukarisztikus kongresszus emlékére állított fa keresztet is megáldották.